Sziasztok, Márton vagyok, és akkor igen, ahogy megígértem az előző videóban, nyomja fogjuk a Dark Forces-t, ezúttal az utolsó verziót, és tulajdonképpen ezzel a játékkal csak annyi bajom az eredeti verzióval, hogy az egeret az csak jobbra balra lehet használni, de felle nem. Ez nyilván azért volt, mert hogy akkoriban nem mindenki fért hozzá egérhez, és ez volt a LucasArts-tól a legjobb megoldás, hogyha így hozzá be az irányítást, és tulajdonképpen ennyi gondom a játékkal. Ide van még lehetem mondani a játékról, ezt elfelejtettem említeni az előző videóban, hogy ez volt a legelső olyan Star Wars játék, amiben egy olyan kartát irányítottunk, ami, aki csak a Star Wars univerzumnak a része, de nem kötődik a filmekhez hozzá. Szóval, ja, ami ezzel volt az elvileg az, vagy a filmet dolgozta fel, vagy pedig Luke-ot járható benne, vagy pedig valamelyik filmes karaktert. Szóval ez egy tök egyedi darabja volt igazából így az akkori Star Wars franchise-nak. Szóval akkor új ügynök, Retro Boy. És akkor nyomhatjuk is. El sem olvasom a küldetést, mert ismerjük. Szóval akkor mehet. Ugye azt kell benne csinálni, mint ahogyan eddig is. Csak én láthatni a különbséget. Eredetileg igen, igen, az volt az ötlet, hogy milyen, hogyha két videóban lenne. Vagy egy videóban lenne két verzió, csak egyszerűen szerintem akkor megint ilyen 6 órákat kéne várnom a formázással, szóval inkább maradok az ilyen 3-4-nél. Itt talán valamennyivel jobb lesz. Meg ugye hallom a zene, és kicsit máshogy hangzódik. Kicsit másmilyen a minősége. Nyilvánvalóan a DOS-os verzióval játszok, vagy nem a DOS-os verzióval, hanem a GOG-on beszélhető DOS-os verzióval. És annyi, hogy a GOG-os verzió az úgy működik, hogy a fájlok között van ilyen a launch setting, és a beledárnyalan igazából milyen legyen az egérrel való irányítás, meg a billentyűzettel való. És hát ne próbáltam beledelni a legmodernebbet. És tulajdonképpen csak ennyi ezzel kapcsolatban. Ugyanazokat a dikosságot fogom felvedezni, ugyanúgy meg fogom csinálni a küldetéseket, csak a régebbi kor szellemével. És mivel szerintem célkezdet így se lehetett beállítani, így a célzással lesznek gondjaim. De ez váltó volt. Na jó. Meg ahogy látod, hogy igen, a játék pixeles. Az eredeti Doom-mal nem játszottam, inkább a GZ verzióval, ugye láthatjátok a videóban is. De látom fejletek az eredeti Doom-ról, és hát az sem volt szebb ennél. Csak valami nekem a Wolfenstein 3D-nek a pixeles Nintendo portja ugrott be, de azt mégsem értem, mert hardware, a Nintendo hardware szintjére kellett a játékot lebutítani szebb szavakkal. De én a Wolfnak a Nintendo-s verzióját is tudtam évezni rendesen, főleg abban több fegyver volt. De mindegy, az majd egy másik videónak a témája lesz. Na, mi valaki lő engem. Jó. Na. Akkor szerintem vissza is mehetünk. Ja, nem, meg itt bennem jártunk. Á, majd visszajövök, érted? Nem kell sokat várnod, Bajti. Erről beszélek. Na, meghaltál? Helyes, helyes. Oké, erre nincs semmi. Kintről vagy bentről lőttek? Nem, mit számít? Aha, a halott rohamosztagos, a jó rohamosztagos, ezt mindenki tudja. Ja, és igen, a közegezeket szét lehet itt már lőni. És még be is botlott a karakterünk, szóval... Ja, itt van jelentőség, és nem csak dísznek vannak. Azért oda visszamegyünk. Jó. És ugrás. Itt hátul nincs semmi az égvilágon. Szóval ide visszaugrunk. Lámpa. Oké, ki van kapcsolva.
Ja, és még lent a HDC jelzőbe van kapcsolva, hogy ki van-e. Szóval ez itt több praktikus, ez még nem tűnt fel az előző videóban. Akkor érdekes módon, mikor én játszani akartam az Outlaws-zal, akkor ott valamiért az X-el nem akarta azt elfuttatni. Amint meg sem tudom adni, hogy hová lett telepítve, pedig fenn volt a gépemen. Meg hogy érdekes módon, az Outlaws-ot elindítom, régebben lejátszott a hangokat, most már ez nem történik meg. Hogy miért, nem tudom, lehet azért, mert hogy nem viccel, akkor lehet, hogy a felbontás miatt, mert túl nagyra állítottam be a keleténél. Nincs ellenfél, majd ott a liftben lesz, ami majd felvisz minket. Érted, hogy továbbra sem tudok mit csinálni. Na, kimegyünk innen, Kyle. Kösz. Ezt még most nyitjuk fel, szerintem nem is lesz rá alkalom megint. Tudom, hogy nem is figyeltem azt, hogy hogyan tudtam ezt felnyitni. Jó. Az elemet. És persze megint leesünk, ez nálam egy ilyen slang lesz, hogy nem tudok egyszerűen előhalni a játékban. Jó. Na akkor esetleg most. Nem viccelek, egyszerűen nem tudom, hogy létszik olyan, hogy space, vagy nem tudom, mi a baj velem. Túl későn reagálok. Nem, miért nem fogom feladni ilyen hamar. Ha leesem én, akkor egyszerűen nem veszem fel, hogy visszajövök. Na. De nem ma. Még több lőszer, ami igazából cella, vagy energiaegység. Hát nincs érdemem el oda elmenni, amúgy se. Jó. Na meghalsz? Kipuccansz? Jó. Hey, felszedhetem a pick-upot? Jó, felszedtem. Na, így di. Oké, akkor megvolt ez is. Extra layer-et. Én gyorsan akkor felszedem azt, amit felett itt ben. Az ott megvan már, ti is. Jöttök velem. És tulajdonképpen minden felfedeztem ez a helyszínen, bár szerintem oda túl kicsi. Túl kicsi állítottam be, szóval nagyon nem is lehet közlekedni az alapján. Na akkor elvégeztük a dolgunkat, itt már nincs semmi felvereszthetünk. Na most meg valamit ezt kinyílt. Na azért megérte az elindítani. És ezt nem tudjuk felszél, mert nincs miért. Lehet valami benyomtam, amiatt le tudott ez jönni. Vagy még a típus dumos megoldás, hogy ráütöm egy lapra, vagy valami gombra, és ezáltal tudod menjen ez a titkos hely is. És meg is jött akkor Jay, itt is ő az? Vagy valami random csávó. Na jó, nézzük akkor. Várj, nem is ezt kell megnéznem. Akkor nézzük. Ja, akkor valószínűleg valami közbe jött, amikor játszottam a modernizál kiadással. Na nézzük. 85% még lett volna vissza, titkos hely, de annyira nem baj. Hát mindegy, akkor itt ugyanúgy a hagyományos módszer van. Hát itt hagyomás van, nem pedig az, hogy így átlátszó minden. Na akkor ez is megvolt. Mert nézzük, hogy milyen a régi átvezető. Mennyivel tér el grafikailag. Egy kisebb felbontásban játszom a játékot, hogy kényelmesebb legyen a szemeimnek. Szerintem ugyanolyan lesz, mint az előző videóban, csak kicsit pixelesebb. Ja, meg igen, így szól zene. Na, akkor a zene miatt meghagyom.
Emperor has approved your test demonstration, General Monk. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's war will be filled only with the glory and beauty of decisive victory. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. Dark Trooper, release. Nem tudok, hogy rá fogok-e kapni a zenék miatt, de hogyha nem, akkor az ország azért van, mert hogy sokkal hangosabb vagyok. Én, mint kommentár, mit sem, maga a játék. Még ez ilyen nagyon jó a magyarsított csoporttól, vagy csapattól, hogy ide raktak rendes feliratokat. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Certainly, Lord Vader. Thank you, Commander, for responding at such short notice. The Empire has been keeping us on the run since the destruction of the Death Star. 5 days ago, the Empire attacked one of our secret bases in the city of Talay. This is that base to anybody out there. Please, we're under Imperial attack. There were no warning at all. Total devastation. They broke through our shield. They broke through our shield! Tak base was destroyed within minutes. Many innocent people in the surrounding city, as well as the rebel staff, were killed. Intelligence thinks that this may be an act of retaliation for the destruction of the Death Star. Interesting. This looks like it could be a normal Imperial attack, except for those sounds. Very perceptive, Commander. I know you understand that all we discuss here is classified. This Imperial officer, Krix Medin, wishes to defect to the Alliance. He has supplied us with information on the development of a new Imperial weapon. Those sounds you heard, we believe, come from that weapon. A new type of stormtrooper, the Dark Trooper. A new stormtrooper that can take out a rebel base that quickly? I should have kept working for the Empire. The Rebel Command is not taking this lightly. They have authorized me to hire you to find out if there is a threat, and if there is, to shut it down. That is, if you are still on our side. This could be interesting. All right, I'm in. But I think I'll need some help on this one. I want Jan Ors as my mission officer. Certainly. Then I will let Jan brief you further on your mission objectives. Thank you, Commander. And may the Force be with you. Na és akkor megint visszamegyünk. Földökölni? Oké, 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 akkor nyomhatjuk is. Annyi biztos, hogy mikor beadottam az jelentéseket, az egeret a legérzékenyebbre raktam fel. Igaz, hogy a menüben alig tudom majd kattintani bármi es, de legalább rendesen tudok fordulni. Na jó van, akkor itt vagyok már megint. Annyi biztos, hogy annyi kommentás ebben a videóban nem lesz, mivel nagyon sok minden nincsen, amiről tudnám mesélni. Talán újra kezdtem nézni a Boys-t és ugyanúgy élvezzem. Annyi biztos, hogy először a Boys-t nem is magyar feliratom, angolal néztem. És így egy csomó poénról például lemaradtam. Mert jobban érdekeltek inkább az információk, hogy miket osztam meg a karakterek egymással, mit sem rátérni a emberi részére a sorozatnak. A humor az úgyis elkerülhetetlen. Na,
Mindegy. Meg így a cselvén sem tudom érteni, hogyha valami nem értettem, akkor sem tudom választ kapni. Na, tulajdonképpen akkor ennyi. Na jó, van, inkább leugrok, mert itt nem fogok mit csinálni. Ahogy furcsa módon, de ezek rá tudok állni, vagy belé tudok állni, de rájuk már nem. A tetejére, na mindegy. Jó. Túloldalt még lesznek. És igen, hát tehát mondom, pixeles, és hát nehezen megállapítani, mi az, ami csak effekt, és mi az, ami pedig konkrétan célpont. Szóval szemeszebb nem fog a játékba kibékülni ez a verzióval, de csak így bemutatom. Azt szerintem még jobban tetszik, azt írjátok a kommentekben, ami ebből szívesebben látnátok több videót. De ami itt van az elején, azt tudja, hogy csak ilyen kísérlet akar lenni. Hát tudjátok, hogy nem úszok itt, nincs értelme. De most így szenvedtem egy kicsit ezzel. Na még hol vannak? Hát szerintem a mapra rázumolok egy kicsit. Ja, várjam is ezzel kéne. Lili. Ami plusz-minusz nyomogattam, ami inkább a Duke Nukemre meg a Bloodra jellemző. Kipurcantok mindketten. Na az ott headshot volt rendesen. Oké. Mm-hmm. Amúgy biztos, hogy a Force Engine rendelkezett headshottal, mert a 97-es Outlaws-nál is leginkább is szereztem killeket. És előtte nagyon más játéjáját nem tapasztaltam. Oké. Ja, tudom, minden prontó vagyok. Na, egy kis elem. Jó. Hé, bemeltek ide? Jaj, volt valaki mellettem esetleg? Nem, akkor kintről lőnek. Más... te, persze volt. Na például az a pixel ott szerintem egy ellenfél akar, mert mozog. Valószínűleg egy Stormtrooper, mert látom, hogy valami fehér szint rajta. Meg tudom ölni? Azt hiszem most dölt össze. Jó. Na, meg vagytok? Még most nem halsz meg, de minek? Jó. Na akkor igen, el kell menni a túloldalra, az aktiválni a gépet, aztán megkeresni a másikat is, ahol kiderülnek az információk. Meg hogy itt is van a szent titkos hely? Már nem, ezt felszedtem szerintem korábban. És most, hogy van ára, be tudom nézni megint szobákba, meg lerombolt házakba, aztán talán fogunk ott is lootot. Most el is kapcsoltam a lámpát, mert nincs rá szükség. Vissza menni abba a házba, ahonnan jöttem. Jó, ott van. Zsupsz! Megvagy. És itt is lesz egy pár csávó. Rip. Erre nincs semmi. Majd lesz néhány ellenfél.
Ja, itt is már jártam, oké. GG. Na, fasz, akkor megkerestük a rendes útvonalat. Közben valami lenyílt. Ez mi? Aha, ilyen lépcső, meg platform egyszerre. Praktikus. Ezt kéne bekapcsolni. És akkor itt lesznek balra. Nem tudom headshotot lőni így. Csak olyan kisábból. Hát szerintem az vára ment. Csak annyiszor találtam, hogy végül már csak előbb is kellett neki, hogy megadjam neki a kegyelem döfést. Jó, akkor neked is annyi. És továbbra se találtunk titkos helyet. Nem mint annyira számítana. Jaj, itt a fű kicsit sötétebb. Na mindegy. Nem mint a bajt jelentene. Itt nem valami. Oké, titkos hely. Neki ez nem minősül. Legalább lehet úszni. De itt nem találtam pick-upot, ami miatt gyorsabban vagyok. Gyorsabban tudok lőni esetleg, vagy úgy bármi. Mert szerintem itt volt. Hát nem úgy tűnik. Nem igazán. Na mindegy, nem tudom, hogy hol találtam meg, nem is figyelem, hogy hová megyek, ez a vicces. Nem tudom, annyira szabad engem. Ja? Ja, hogy itt? Ez csak egy hulla. Ja, attól majd biztosan gyorsabban fogok lőni. Oké, köszi a cellát. És már csak te maradtál. Akkor ez így lassabb lövöldözése fogjuk megoldani. Így né. Nagyszerű, meg is van akkor a fegyver, ami nekünk kell, és akkor nem sokára a videó is véget ér. Itt a videó is véget ér. Alright, whatever you say, Jay. Itt lenném voltam? Már ebben a szobában szerintem nem. Jó van. Na azért. Az azért kemény, hogy nem tudom eltalálni innen. Ja, mondjuk ez a fegyvernek ez a célja. Mert nem a Stormtrooperek célja szarul, hanem a fegyverük volt pocsék. Meg kell ez a klisé, hogy a rosszabb mindig szarul célozzak, és csak a jó nyerhetnek. És csak az egy rossz nyert, aki rendelkezés sötét erővel. Na. Na jól van. Akkor szépen előre. És... Ja, akkor irány vissza, mert minden megvan, nekünk kell. Na, akkor majd menjünk egy gombot, aztán visszamegyünk, és vége a videónak tulajdonképpen. Ja igen, akkor F6. Ja, hogy ennyi igazából, ezt elvettem mondani, hogy... Ja, csak...
mintha nem tudom, Wolfenstein 3D-znek ott volt ez, hogy csak mentél, lőttél, és a fegyvert nem mozgott. Mert ez a kedvenc a retro FPS-ben, hogy így oldottam meg a mozgás, hogy csak így fellem mozog. Ilyen félkörös formában. De még valaki lő? Egy az utolsó áldozatot még megkeresem. Köszi! Még valaki? Legalább meglőjön. Hára azzal be tudom azonosítani, hogy hol van. Jó. Itt élet van, csak simán. Semmi extra. Na hát akkor vége a küldetésnek. Jaj, ti itt még nem megvagytok? Mesélt Jay. Amúgy tök furcsa módon, de ebben a verzióban mintha a hajónak a textúrá, mintha így mozognának. És nem azért mondom, hogy elnyúlik a képernyő, amikor így fele nézek, hanem hogyha közel vagyok, hogy mintha így mozogna a textúra, vagy nem tudom, olyan fura, érdekes. Nem megszokott számomra. Hasonló volt a Medav Hunternél. Következő küldetés, és igen, szeretné tovább menni. Aztán akkor, ja, megint itt vagyunk. Szóval akkor köszönöm figyelmét, én Márton voltam, vagy Retrobo, és akkor kommentben döntsétek el, hogy folytassam-e a Dark Force is, és hogyha szeretnétek, hogy folytassam, akkor a dotos verzióval, vagy pedig az XL-lel. Sziasztok!